Aki a háromszéki közélet iránt kicsit is érdeklődött az elmúlt három évtizedben, az biztosan találkozott Tamás Sándor nevével. A jogász végzettségű politikus már a 90-es évek elejétől aktív részese a helyi és az országos politikának is. Tőkés László irodavezetőjeként már 1990-től RMDS tag, három cikluson keresztül parlamenti képviselő volt, és negyedik mandátumát tölti Kovászna megye élén. Ha az ember azt csinálja, amit szeret, akkor nem kell soha munkába menjen, hanem élvezettel, hittel, elkötelezettséggel tudja végezni a feladatát. Közéleti szerepvállalás is ilyen, azt gondolom, és idestova több mint 25 éve az első vonalban végzem ezt. Tamás Sándor rendkívül aktív kapcsolatot tart fenn a háromszéki önkormányzatokkal. A közösségek gondjainak megoldásában, a fejlesztések tekintetében pedig az együttműködés szemmel látható eredményeket hoz. Kiemelt helyet foglalnak el ebben az együttműködésben háromszék magyar többségű városai, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Barót és Kovászna. Bizonyára sokan emlékeznek a székely szimbólumok körül kialakult áldatlan állapotokra, amikor bírósági végzések sora kényszerítette arra a polgármestereket, hogy az önkormányzatok homlokzatáról eltávolítsák a székely zászlót. Ha a székelység szimbólumát nem is, de a 6 éve elfogadott zászlótörvény értelmében egyre több önkormányzat saját címeres zászlaját elfogadja a román hatalom. A közelmúltban Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Uzon és Kovászna megye szimbóluma is méltó helyre került. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalásának köszönhetően az elmúlt 9 hónapban immár 32 erdélyi közigazgatási egységnek, településnek és a megyének fogadta el a román kormány címerét vagy zászlaját. Itt háromszéken 7 címer és 8 zászlót sikerült elfogadtatniuk Cseka Attila előterjesztése alapján. A közösségi szimbólumok hivatalosításának küzdelme azonban korántsem zökkenőmentes. A saját szimbólumunk használata az nem a zászló lengetésről szól. Ahhoz, hogy ragaszkodunk helyi szimbólumainkhoz, egyrészt az a lelkünkből fakad, másrészt pedig azt jelenti, hogyha nekünk lehet saját szimbólumunk, és a miénket elfogadja egy másik entitás, akkor egy mellérendeltséget jelent. Kérdezőbiztos érkezik a sepsiszentgyörgyi Gerép családhoz. A megyei tanács elnöke, aki az RMDS háromszéki területi szervezetét is vezeti, Sepsiszentgyörgy polgármesterével és RMDS elnökével együtt az ötletgazdái az Együtt írjuk háromszék jövőjét című közösségi konzultációnak. Azt akarják felmérni, hogy mik a magyar közösség elvárásai, gondjai, hogy a szövetség ennek megfelelően alakítsa a külpolitikai irányvonalakat. Két fontos dolgot szeretnénk megtudni. Egyik az, hogy mit gondolnak az emberek a saját településükről, a megyéről, mit gondolnak, hogy mit tettünk eddig kevésbé jól, mit tettünk jól, illetve hogy hova kellene még az elkövetkező időszakban jobban odafigyelni. Egy másik rendkívül fontos kérdéscsomagja az, hogy az emberek, a háromszéki emberek mit gondolnak a magyarországi jövő évi választásról. A dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórház működtetése közel egy évtizede a megyei tanács hatáskörébe tartozik. A világjárvány rendkívüli terheket ró a fenntartóra és az intézmény dolgozóira is. Így fontos a szoros együttműködés. A negyedik hullám tetőzésekor rendkívüli segélycsomag érkezett az anyaországból. Összesen 20 intézményben 40 lélegeztetőgép, 1650 ilyen non-invazív lélegeztetése alkalmas maszk és 3000 doboz favipiravir gyógyszer. Köszönjük szépen Magyarország kormányának, hogy nem első, hanem sokadik alkalommal segített a bajban, és a segítségünkre van akkor, amikor itthon mi küszködünk a vírussal szemben. Az elmúlt évtizedben szoros együttműködés, támogató kapcsolat alakult ki az erdélyi önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek, valamint a magyar kormány között, amelynek megtartásában fontos mérföldkő lesz a jövő évi parlamenti választás.